Szevasztok, üdvözlök, ez pedig a Minden a Misör, mint látjátok, esik a hó, kijöttem, vasárnap van, ezt oly forgatom, megy fel a videó, a mai nap folyamán ki a csatornára, és egy olyan sört teszelek nektek, ami még nem volt, ez pedig nem más, mint a Perinek az aranykorsó sör, ami 7,2%-os alkoholtartalommal rendelkezik. Ez egy alsó erjesztésű, emelt alkoholtartalmú láger sör. Az egy ilyen bronzos-szerű színre fogok számítani, édeskés, émeítős, malátás és alkoholos ízekkel. Ugye a doboz az így néz ki. A idézőjelben tévedett legendás Fanpur sörfőzde csinálja magát a sört, ők főzik a Penny megbízásából. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a sör. És az is, hogy ti ehhez a sörhöz mit szóltok hozzá. Gondolom sokan kóstoltátok, mert ugye miért ne, igazi sörkedvelő mindenfajta sört megkóstol, már csak azért is, hogy melyik milyen ízre, megjelenése, illatra, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy ez most milyen lesz, és kicsit még potyog, ahogy láthatjátok a kamerába. Úgyhogy nézzünk egy összetételt, fél literes maga a doboz, ahogy említettem, 7,2-es a alkoholtartalma, 7,2%-os összetevők, víz, ápamaláta, árpa, komló, kivonat. Sőtöbb, sekvesebb is itt rajta, és ahogy Fanpur sörfőzde Lengyelország, kedves nézőim. Úgyhogy jöhet a sörnek a kibontása, remélem látszódni fog rendesen. Oj, de szép füstcselek. Nyitom a zsebet, itt van elrejtve a forgatásnak a másik kellék, amit remélem nem sikerül összetörnöm. Fogyasztási hőmérséklet 5-6 fok körül, lágeres pohárban, avagy korsóban, kinek mi a szimpatikus, kedves nézőim, jöhet a kitöltés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz maga a sör, ugye? Na, milyen szép hab fejlődött neki. Körülbelül egy olyan 3,5 únyi habi van magának a sörnek. Kicsit ilyen koszos fehér színű, viszont a sör az a alkohol miatt ilyen kicsit sötétebb, ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen aranyvilágos, hát igen, inkább ilyen arany színű a sör, kellően szélsavasnak is tűnik. Úgyhogy kóstoljuk meg, egészségünkre, kedves nézőink, így a gyönyörű szép vasárnapi havas téli tájban, amilyen még ugye nem volt itt a csatornán. Most ez is elkövetkezett, ez is megvan, kedves nézőim, jöhet a kóstolás. Bocsánat, először illat, elnézést, illatra pedig. Ez az émeítő, alkoholos, édeskés, malátás, és egy ilyen, ami szokott elég gyakran a Fanpurra jellemző lenni, egy ilyen alumínium fémes doboz illattal a sörnek a végén. Kóstoljuk meg, egészségünkre! Érezni benne a komlót, komlós keserűséget. Érezni az alkoholt, az alkoholnak ezt a édeskés émeítő ízét. Így van, de ez annyira nem jelenzi, mint sok másik ilyen stílusú láger sörnél, kedves nézőim. És emellett még egy ilyen minimális malátát, viszont nekem ez egy kicsit megdöbbentő, hogy ez egész erősen komlózott, ilyet mostában nem tapasztaltam az emelt alkoholtartalmú láger söröknél. Ugye említettem, általában ez az édeskés alkoholos íz szokott dominálni. Itt a komló egy kicsit jobban dominál, jobban előtérben van, és jobban hozza a sörre jellemző dolgokat, kedves nézőim. Olyan tekintetben, hogy ugye érezni benne alkoholt, hogy amit tettem, de szerencsére nem dominánsan, úgyhogy azt mondom, hogy ez egy egész kellemes produktum, csak az a kérdés, hogy milyen minőségben tudják ezt nekünk szállítani a Fanpurtól, mennyire hullámzik a minősége a sörnek, kedves nézőim. Közben ide beledobom a hóba a sörös flakon, szépen megállt benne. Ugye még egyszer mutatom, hogy milyen szép lett azért kitöltve, úgyhogy ez nem egy rossz produktum, azt mondom, kedves nézőm, ráadásul olcsó, és azt mondom, árérték arányba, ez egy nagyon korrekt, elfogadható, emelt alkohol tartalmú sör. Ha tehetitek, szerintem próbáljátok ki, kóstoljátok meg, mellé lőni nem nagyon lehet vele, csak abban esetben, hogyha nagyon átmegy ebbe az émeítő alkoholos édeskés ízbe, egészségünkre. És sajnos benne van a zsákmacska lehetősége, mint általában a Fanpur söröknél szinte mindig. De ez most azt mondom, hogy jól sikerült a Pennynek, és a Fanpur közös sörének az aranykorsó
Strong Ale nevezetű sörének rajta is van a Strong folyarata, ahogy láthatjátok. Úgyhogy ez volt tehát a mai teszt a tatabányai téli tájból. A minden, ami sörnek a mai tesztanyag, a mai adása, és ne felejtjétek, kedves nézőim, sörre fel! Hisz inni kell! Szavaztok! Legközelebb újra jövök!